Volt, aki például úgy csinálta, hogy előnemez volt ez, ez, ez meg ez. És akkor egy ilyen kékes, zöldes árnyalat volt csak az előnemeze. Dobinszky Csilla népi iparművész épp azt mutatja, hogy milyen színeket érdemes kombinálni egy táska, kalap vagy bármi más elkészítéséhez, hogy az domináns és szép legyen. A Nemzeti Művelődési Intézet 60 órás akkreditált tanfolyamán szakkörvezetőket képeznek ki azzal a céllal, hogy olyan alaptechnikákat és fortélyokat sajátítsanak el, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy később egy sikeres foglalkozást vezessenek. A résztvevők most a nemezelés folyamatát tanulják meg. Az én feladatom ebbe az, hogy a 4 alap tárgytípust teljes egészében megtanítsam a résztvevőknek, ez a gömbfelület, a zsinór, a síklap és az üreges tárgy. Tehát fog itt készülni táska, neszeszer, mamusz, ülőpárna és egy nagy díszes labda is. Száraz és kártól gyapjúból dolgozunk, vizes technikával, mozgatással és vízzel fogunk egy nemezt létrehozni, egy olyan anyagot, ami már nem szedhető szét elemi részeire, és ezt tanulják meg a résztvevők. Tehát vizet használunk hozzá, szappant, és sok-sok simogatás, hengerelés, gyúrás alap utó következménye az, hogy egy erős és masszív, hordható tárgy lesz ezekből az anyagokból. A régmúltban is nagyon hasznos és népszerű volt a nemezből készült tárgyak és ruhadarabok viselése, ami napjainkban újra reneszánszát éli. Kicsit más típusú tárgyak készülnek manapság a 21. században, mint ahogy elődeink ezt használták. Nyilván mi már nem nemes sátrakat és nagy takarókat készítünk, hanem a finom, itt is látható finom merino gyapjúból, vagy akár egy kicsit durvág, mi most még berkseppból dolgozunk. De hogy olyan tárgyak készülnek, ami a napjainkban is használhatók. Pont ezért van az, hogy ennek a képzésnek is olyan témája van, olyan tárgytípusok készülnek, amit a jelentkezők vagy a csoport résztvevők már táskaként ugye a hétköznapokban is tudnak viselni. Ami viszont meg még egy picit ennél magasabb szinten megjelenik, az már a sejemnemez vagy bármilyen textíliákkal való kombinációja a gyapjúnak, és például sejemnemez tunikák, mellények és ruhák is készülnek ma már. Ez nyilván egy magasabb szint, úgyhogy ahhoz egy nagyobb fokú előképzettség szükséges, de hogy a kérdésre válaszoljak, igen, a reneszánszát éli, és tényleg használhatóak ezek a tárgyak. Én is nagyon sok ilyen ruhadarabot viselek a hétköznapokban. A nemezelés időigényes tevékenység. Egy-egy elkészített darabban több órányi munka van. Sokak úgy gondolják, hogy jó, hát ez biztos egy pár óra alatt összedobható, és ezt idézőben mindenki meg tudja csinálni, és amikor hozzákezd, akkor szembesül vele, hogy igen, ez egy nagyon komoly szakma, és meg kell tanulni azokat az alapfortélyokat, amivel ez gördülékenyen működik. Például egy táska elkészítése 5-6 óra, vagy még azon túl, akár lehet 2 nap is díszítés és formavilágtól függően. Úgyhogy ezek időigényes tárgyak, jó sokat kell vele dolgozni, jó sokat kell gyúrni, de megéri a befektetett munka, mert nagyon szép használható tárgyak készülnek. A nemez készítéshez egészen egyszerű eszközök szükségesek. Használunk, tehát vizet, szappant használunk alapból a nemez készítéshez, ezért láthattál tálakat az asztalon. Ahhoz, hogy a gömbfelületet, amikor mintázzuk, ahhoz szükséges egy kicsit egy bizonyos intervallumra a nemezelőtű, utána a gyúráshoz ez már nem szükséges. És textilt használunk a hengereléshez, vagy ilyen molinóvásznat, vagy pedig törülközőt, és ezek azok, amik elengedhetetlenek magához ehhez a folyamathoz. A hagyományos nemezkészítő népeknél ez a nők feladata, a nemezkészítés. Ők gyúrják, kézzel készítik, nagyon ritkán a férfiak besegítenek, ez úgy néz ki, hogy ők fölülnek a lóra, és a ló után kötött hengerbe összetekercselt gyapjúval elindulnak ott a dűnéken, vagy a kisebb emelkedőkön, és ahogy a ló úgy megy, ez forog és gyúródik. Egyetlen egy országban, Törökországban férfi munka nemezelés, ott már gépesítve van. Úgyhogy ez a kettő között a különbség, hogy Törökországban gyúrógépeket használnak az erős nemezek elkészítéséhez, a többi helyen, Kazaksztánban, Kirgisztánban, türkméneknél ott pedig asszonyok kézzel térdelve alkarral gyúrják az erős szőnyegeket. Maga a nemezkészítés technikája semmit sem változott az évszázadok során. Tehát maga a technika az teljesen megmaradt, mivel hogy az anyag tulajdonságaiból adódóan másképp nem lehet elkészíteni, csak a mozgatással és a vízzel együttesen.
És az, hogy most gépet használunk-e hozzá, nagyon jó érzés egyébként a nemezelés. Tehát nemezelni jó, és önmagában az, hogy az ember érzi a kezével az anyagot, az nagyon sokat számít. Egy gyúrógépben ezt nem tudjuk megtenni. Itt a csapattagokkal is már feltérképeztük, hogy milyen, amikor még csak puha, még nem álltak össze a rétegek, és most már érzik a kezükkel, hogy mi az, amikor már félig összenemezelődött, és milyen egy erős textúrájú nemez. És ezek a folyamatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy utána egy kéztárgyat valaki el tudjon készíteni. A nemezből készült használati tárgyak időt állóak, ha megteszünk pár óvintézkedést. Vannak kártevők, ugye a moly az, ami a leginkább bele tudja magát rágni a nemezbe. Ugye a moly az mindig a gyapjú illatára jön, ezek a nagyon iparilag tisztított gyapjuk, ezek viszonylag kevés illatot eresztenek magukból, de hogyha valaki elővigyázatos szeretne lenni, a legeslegjobb a mozgatás. Tehát ha én ezt a táskát, sálat, bármit mindennapos használatba teszem, és én nap mint nap a vállamra veszem és nekiindulok, akkor az a tárgy nem fog megmolyosodni. Hogyha egy sötét, szobahőmérsékletű helyen csak úgy ott hagyom, akkor sanszos és valószínű, hogy bele fognak költözni a molyok. Ha ez megtörténik, akkor érdemes mondjuk akár mélyhűtőbe tenni egy-két hétre, vagy mondjuk egy fekete zsákba ki a tikkasztó hőségbe, mert hogy a hőingadozást azt nagyon rosszul viselik, akár a peték, akár az állatok. De hogy ilyen szempontból, hogyha tényleg használjuk azt a tárgyat, akkor semmi oka aggodalomra, hogy nem fognak beleköltözni. A felületén a szemerkélő esőt lepergeti a gyapjú, mert hogy alapvetően a lanolin a gyapjú zsíra segít nekünk ebben, plusz ez a gubancos szerkezet, amiből a gyapjúból nemez lesz, így nem engedi át a vizet. Ha pedig nagyon-nagyon nagy eső elkap minket, akkor utána otthon egy törülközőbe be kell csavarni, újra egy picit megformázni azt a tárgyat, amit víz ért, és utána a száradás után ugyanúgy használhatjuk. A Nemzeti Művelődési Intézet kérte fel a Hagyományok Házát, hogy segítsenek abban, hogy a népi mesterségeket átadják egy tanfolyam formájában azoknak, akik jelentkeznek a szakkörvezetői képzésre. Ennek az első állomása volt a nemezkészítő oktatás.